Sziasztok, Kitti vagyok, és ma egy nagyon-nagyon különleges vendég van itt velem, Fruzsi. Sziasztok! Őt már biztos többen ismeritek, mint engem, és most egy kihívást fogunk egyébként együtt megcsinálni, és Fruzsi elmondja, hogy miről fog szólni ez a kihívás. Igen, a zsákbamacska kihívást fogjuk megcsinálni, vagy zsákbamacska smink kihívás, nem is tudom pontosan, hogy hívják. A lényeg az, hogy előttünk van egy csomó smink, és három kategóriába összeírtunk magunknak ilyen kis lapocskákra dolgokat. Az egyiken vannak arc részek, aztán vannak sminktermékek, illetve színek. És akkor random kihúzunk ezekből a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy a szánkra majd tusvonal kerül, vagy rózsaszín tus kerül. Úgyhogy majd kiderül, hogy mi fog ebből kisülni. És hogy egy kis csavart vigyünk bele, ezt egymásnak fogjuk megcsinálni, hogy ez egy kicsit érdekesebb legyen. Szóval akkor kezdjünk is neki. Kezdjünk neki. Szóval ezeken vannak az arcnak a részei, ahova majd fog kerülni valamilyen smink. Először a szemhéjunkat fogjuk kisminkelni, és nézzük meg, hogy milyen termékkel. Fruzsi, akkor ebből húzta. A felelősség nagyobb most. Pirosító! Jó. Ez kb. A legrosszabb szerintem, amit lehetett volna húzni. Akkor átadom a szemhéjamat. Igen, csináljam. Ja, nem tudom, én pirosító vagy csak tegyeltem volna, ja. De nem, szóval így sokkal logikusabb, csak valamiért nehezíteni akartam a feladatunkat. Fruzsi, ne nehezíts meg a dolgunkat, így is nehéz lesz. Így is nehéz lesz. Nem merek beszélni közben, mintha nekem kellene koncentrálni. Amúgy annyira nem látszik, olyan, mint hogy ilyen barackos lenne. Csak egy kicsit leperget. De még reménykedek, hogy olyan jó lesz, hogy le se kell mosnom a videó után. Igen, én is, és akkor így tudnál hazamenni. Mm-hmm. Kész? Amúgy egész jól áll. És majd csak a végén nézzük meg magunkat. Ez tényleg egy jó szín amúgy, szóval nem olyan extrém pirosító. Mondjuk rá, hogy jó. Az első lépéssel meg vagyunk. Amúgy egész jól áll neked ez a szín, Fruzsi. Amúgy neked is, úgyhogy ez egy jó pirosító választás volt. Járhatunk volna rosszabbul is. Na, a következő a száj lesz, és akkor most tiéd a megtiszteltetés. Szóval a szájhoz mi fog tartozni? Tus! Itt kezdődik, hogy elrontjunk a sminkünket. De akkor színes tus nincs is. Hát ez sajnos nincs, úgyhogy fekete szánk lesz. Egy kis gót smink. Most már megbizonyosodtunk róla, hogy nem mész haza Fruzsi ezzel a sminkelőt. Ki tudja, lehet, hogy annyira tetszeni fog és stílust váltok. Na nézzük. Na melyiket szeretnéd? Most választhatsz, Fruzsi. Én a biztosra mennék, és akkor inkább a tényes. Bár nem tudom, hogy mennyire biztos amúgy. Na de akkor ez a videó azért is jó, mert megnézhetjük, hogy mennyire multifunkcionális egy-egy termék. Most lehet, hogy rájössz, hogy annyira jó lesz a szádon, hogy ezt fogod használni. Igen. Ebben megyek majd megközelebb. Na hajrá! Majd amikor találkozunk, látni fog az, hogy fekete rúzs van rajtam, ami egyébként személy. Jézus! Nincs senki, hogy így csinálja. Egy kicsit húz szét. Ja, fogom. Még mindig olyan? Igen, meg is etetem fizetussal. Na mindig? Töröld le a kezeddel. Eljön, még ez. Úristen! Érzése nem is ott van a szám. Tényleg? Olyan, mint hogyha magadnak csináltad volna. Mert egy tükör nélkül magadnak. Na én szerintem inkább váltok erre a tussra. Remélem vállalod majd ezt a videót, hogy kirakja. Rúzsi, nekem még ez is jól áll. Aj, de kedves vagy, majd amikor meglátom magam. Én még nem látom, de már gondolom. Hát nem tökéletes, de fogjuk rá. Meg jó, és nem ezzel jobban látom. Jaj, ott kicsit közben. Megijedek, ahogy látom, Fruzsi. Jobban is jársz, ha megijedsz, mert akkor... Jaj, most kell látni a szekent. Nem fog váratlanul érni, amikor meglátod magad a tükör. De csikiz. Téged nem csikiz? Nem. Jaj. Jaj, összefogadom, végighúztam teljesen. Olyan csiki.
egyszerűen most megint összekedtem a fogadat, de annyira rossz, hogy nincs is kedvem kijavítani. Nem, nem jó. Jaj. Nem oda megy az ecset, ahová akarom. Jaj, Istenem! Én azt mondom, hogy az egy szépségpötty, és kész. Maradjunk annyiban, hogy ez nem túlzott a részletes kidolgozottságú lett, de most ez sikerült. Nem javíthatok rajta? Nem. Ne, mi ez? Ez csalás. Szóval akkor Fruzsi húzd egy részt, amit majd ki fogom megint sminkelni. Szemöldök? Na, ezt alig várom. Jaj. Szemhéjfesték. Szóval a szemöldökünkre fog szemhéjfesték kerülni, ami viszont most jöttünk el, hogy nincs is nálunk. Vannak különböző jumbo penszilek, és ilyen csillogó pigment porok, amivel akár nagyon jól is tud kinézni. Amivel akár nagyon jól is tud akár. Jó, akkor én azt fogom neked választani, nem is tudom, hogy melyiket közülük. Talán ezt a réz színűt, úgy látom, hogy a fekete szádhoz tökéletesen passzolnak. És mi lenne, ha húznál a kezemből, hogy melyiket használjuk, mert ahogy látjátok. Jó, legyen! Jaj! Pont erre az egyre gondolod, hogy ne ezt húzd, Fruzsi, és... De. A többi az sötétebb, és az már meg tök jól néznek is, sőt van itt de, ez tök jól lesz így is, ez szürke hajad, ez tökéletes egy kis ilyen ezüstös fényt fog kapni tőle. Várj, van egy ilyen, igen. Igen, van hozzá egy ilyen glitter primer, úgyhogy először azt rárakom a szemöldöködre. Felviheted ecsettel, hogyha gondolod bármelyikkel. Ez ilyen fesztivál smink is lesz. Ja. Egy kis unikornis hatással még. És most jön a pigment. Nem kellene ezt. Ez a szemöldöket csatolni. Azért választottam az. Szóval itt egy ilyen lapos fejű ecsettel inkább, mert a bevált szemöldöket csatolmat nem akarom beglitterezni. És? Amúgy nem is annyira csillogós, mint amire gondoltam. Majd nézd meg rajtam. Azt hiszem, következhetek is én. Na akkor viszont minden is húzd ki, akkor... Nem, én is ezt fogom neked használni. Hát mi? Ezt te húztad. Hát ezt te húztad, Fruzsi. Te húztad nekem, meg magadnak. Hát... Nem tudom, szóval... ezzel annyira nem érszek egyet, de legyen. Persze, mert azok mind jobb színűek, mint amit mi kihúztad, vagy amit te kihúztál. Mi? Ez a részvörös, az... Szóval ez még jó. Na, szóval ezzel vitted fel, na. A napot. Jaj, és potyoga, látom. És azt látom, hogy a szemem előtt folyamatosan pereg le. Jaj, neked is szerintem most, ahogy nevettél, így lepotyogott egy csomó. Csillámok peregnek a szemed előtt. Ez valami dalszöveg is lehetne. Csillámok peregnek a szemed előtt. Hú, hát ez a legrosszabb szín, ami a szemöldökünkön lesz szerintem. Meg ami a szánkon, úgyhogy... Úgy nézünk ki, mint hogyha ki lenne szőkítve. Szóval, már csak kettő rész van. Tehát most mit fogunk kisminkelni? Tusvonalat fogunk csinálni. És milyen termékkel? Rúzsa. Akkor az előbb húztál, akkor most is húz. Igen. Hogy ne legyen olyan egyszerű, hogy majd csak itt feketével tusolunk. Nagyon jó kis extra színek vannak, úgyhogy... De most látom, keverje meg, Fruzsi. Hát ne nézd, mit látsz, teljesen fekete. Ne nézd ide. A lehető legrosszabb gyakorlatilag. Húztam. Hú. Ez durva lesz. Pirosítóhoz tökéletesen fog passzolni. Nagyon durva. Nem tudom, hogy mennyire látszik így a pólóm előtt, vagy így a rózsaszín háttér előtt. Majd én kezdem. Ó, jaj. Remélem vállalható lesz majd ez a videó. Ígérem, mindent beleadok. Szerintem hogy vállalhatatlan legyen. Szinte a legrosszabb termékeket húztuk. Egyedül az első lépés, hogy pirosítót raktunk a szemhelyünkre, az ilyen nagyon kis visszafogott volt, de most már durulunk. Akkor még reménykedtél. Nem rossz, és meglepően jól használható az a ecset. Igen, na, szuper. Köszönöm. Nem tudom, hogy forduljak. Jaj, ne nyitogasd itt a szemedet! Bocsánat. Hát van
másik jobb le, nem, annyira nem látszik a különbség. És amúgy pont a kamera felől ilyen rosszabb, Fruzsi, ez direkt csinálod. Nem, nem látszik a különbség, mondom, tessék. Nem? Jó. Na, és nem maradt más hátra, mint az utolsó lépés, úgyhogy ez nem lesz nagy felelősség ezt megnyitni. Az arc almácskái maradtak hátra, ami milyen termék lesz, arra azt hiszem még van kettő lehetőségünk. Igen. Szemceruza. De szemceruzában is van még sok szím. Szóval Fruzsi húzz el belőle. Jaj! Nézzétek meg. Ugye a szemceruzát először a szájceruzával vertem össze, és azt hittem, hogy ilyen pirosas húzás. Végül sem, hogy mind a kettő. Hát itt vannak, vannak mindenfélék. Érzem, hogy a legrosszabb lesz. Kék. Hát ez amúgy tényleg a legrosszabb ezek közül. Még amúgy arra gondoltam, hogy ez a nagy horikítós zöld lesz. Akkor majdnem a legrosszabb, akkor na, sok akkor sikert a kibontásra. Hát is adom. Na, a technika mi legyen? Arra gondoltam, hogy itt teszek a kezemre. Ó, ez egy jó ötlet. És az ujjammal így beletögetem az arcodba. Én amúgy még szivacsot szerettem volna hozni, de azt elfelejtettem. Nem, itt van egy. Akkor szerinted azzal könnyebb lenne? Szerintem ez egy jó ötlet. Hát, vagyis úgy tűnik, hogy nem. Szívja. Ennyi kis kellemes, kékes ragyogást kap tőle még az arcod, ami tökéletesen passzol a szádhoz, meg az unikornis szemöldöködhöz. Szerencsésednek. Amúgy ennek nagyon jó színe van. Az is lehet akár, hogy ide kened direktbe a szemszerezet, és azt elsapírozod. Az is lehet, de nem lesz. És remélem nálam se lesz. De akkor nálad az, így lesz. Az sokkal erősebb lenne. Okay. És a pirosítót se teszed olyan erősen, mint hogy pont jó, egy kis kellemes kék kontúr. Amúgy olyan érzésem van, mintha egy ilyen boszorkány sminket csináltunk volna, én többet nem is szeretnék kapni. Ezt hittem, többet nem csinálsz ilyen videót. Egyébként többet nem csinálok ilyen videót, de tessék. Ó, amúgy tényleg szép. És olyan erről lehúzod így a fejemet. Hát a másik oldalt kicsit erőteljesen, de... Na, viszont akkor most megvolt az összes lépés, és már alig várom, hogy lássam magam. Meg én te is. Egyébként pont a kedvenc termékem kimaradt, úgyhogy ezt nem használtuk fel, ami a highlighter, pedig az annyira gyönyörű csillogást adott volna, bárhova is tesszük. Szerintem elég szép csillogást kapott a szemöldököd így, úgyhogy én meg is ragadom ezt a tükröt. Jézusom! Hogy tetszik, Fruzsi? Szó szerint olyan vagyok, mint egy boszorkány. A szám az, nem azt mondom, hogy jó lett, de jó lett, mint a tiéd. Talán a kék az kicsit túlzás. A szemöldök, abban látok fantáziát, látok fesztivál fantáziát, és viszont ez a pirosító, amit a szemhéjra tettünk, az kifejezetten tetszik, szóval azt hordanám is. Azon kívül alig várom, hogy levegyem. Megszél. Jézusom! De te a pirosítóval jobban jártál szerintem. Nem? Mik ezek a foltok itt az arcomon? Hát a számat érdemes lenne közlebbről is megnéznétek, hogy Fruzsi milyen tehetségesebben. Hát ez borzasztó. Szerintem viszont legyen az, hogy írjátok meg kommentben, hogy melyikünk sminkje lett jobb. Tehát ki volt ügyesebb a másikon. Kíváncsi, hogy ne legyetek elfogultak a Fruzsival. Szóval ennyi lett volna mára ez a zsákba macskás smink videó. Hát reméljük, hogy tetszett nektek, nekem kevésbé. Szerintem jó lett, úgyhogy ha de szívesen látnátok még velünk más közös videót is, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi legyen az. Igen, és akkor lehet, hogy elkészítjük nektek. És ne felejtsetek el feliratkozni Kitti csatornájára. És Fruzsiéra sem felejtsetek el, belerakom majd az infoboxba az ő csatornáját, hogyha még nem ismernétek. Szóval akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Na várj, ez meg még ott meg kéne, milyenem. Itt is egy személy. Akkor ezt lehet, hogy szemöldök, csak nem olvastam végig. Mert tus van alván nálad? Nincs. De hát száj az volt? Hát elvileg. Isten, ez szerintem nem volt. Hú, én is ilyen csúnya vagyok a nem, de sokkal szem vagy.